Szervusztok! Az első igazi őszi szántásos napomon beleálltam egy 8 hektáros táblába. Hát ugyan jó rám sötétedett már, mikor abba hagytam. Azt is csak azért, mert nagyon sűrű volt már a forgó, és nem akartam semmit se összetörni. És egyszer csak azt tapasztalom, hogy a kormánykereket háromszor át kell fordítani, míg a traktor egyszer elkezd kanyarodni. És kiszálltam, hát jött a döbbenet, én még ilyet nem láttam. Mint az ekémnél, amikor felborult, hogy én még ilyet nem láttam. De most megmutatom nektek, hogy én még miért nem láttam. Hát én még ilyet nem láttam, hogy a kormány munkahenger Rudvég, a gömcsukló, elhagytam róla a gumiharangot is egyrészt. Az lenne a legkevesebb probléma, de hát, hogy ez így eltörik, hát ezt most hogy? Ezt most komolyan gondolja? És tényleg komolyan gondolja. És ennyit az anyagfáradásról, ezt most ráközelítek, és megmutatom nektek, hogy ha fókuszálna ez a... Egy gyönyörű szépen látszik az a kagylós repedés, ami innen indult el, odáig rozsdás. Ott van egy ilyen, hát egy fél centis fémes színű, talán így jobban látszik, fél centis fémes színű rész, utána a fémes rész mögött megint van egy kis rozsdás rész. Ez a tipikus anyagfáradásnak a tipikus esete. Na. Hát erről ennyit. 20 éves traktor. Nagyon jó. Megy, mint állat. De hát azért már ilyenek előfordulnak vele. És ezt mikor kell neki? Mikor kell neki ezt produkálni? Péntek este. Péntek este, amikor még csak rendelni se tudsz, nem hogy még kézhez kapod az alkatrészt. Péntek este. Nem mondom, szombaton, vasárnap, ha úgy van, engedi az idő, mondjuk szakad is az eső, meg ilyen havas, latyakos francu. Ha úgy van, akkor nyomatom a hétvégén is. Hát, igen. Ja. Meg fogom csinálni. Fiúk, ezt már előre borítékolom, kijelentem, hogy meg fogom csinálni, meg fogom bütykölni, és itt a szombat-vasárnapot is végig fogjuk vele dolgozni. Hát a bütykölésnek a hogyanját, mikéntjét, azt meg fogom nektek mutatni. Nem tudom, hogy fog sikerülni, de hogy is van a ember tragédiájába, ember küzdje és bízva bízzál. Hát ezt tesztjük minden nap. Na, jelentkezek akkor majd a javítással. Na, egy kis kaparászás után itt előjönnek itt a dolgok, hogy ott a furat, ez egy kúpos furat, hát ez mennyire van kiszottyosodva, az egy másik kérdés. Ugye itt az ellendarabja, a koronás anya egy sasszeggel. Miért nem akar ez? Ennek az lesz az a terv. Hát ezt nem tudjuk, de lehet, hogy ezt is egy kicsit megköszörülöm itt körbe. Legyen hely a hegesztésnek. Most ezt úgy kéne mutatni, hogy ti is lássátok. Hát, hogy legyen helye a hegesztésnek, ez valamikor így leledzett. Így. Meg ezt a csavart is egy kicsit körbe gyökölni. Hagyni a kettő közt egy hézagot, hogy lehessen behegeszteni. És hogy az most egyenes lesz, nem lesz egyenes, a kutyát nem érdekli. Fel fogom ide hegeszteni, visszaszerelem a helyébe, meghúzom, és addig kibírja, míg jön az új. Ide meg nézek valami gumikarikát, vagy szivacsot, vagy valamit, hogy legalább a föld ne menjen be. Kitakarítom, megzsírzom, ugye. A személyautókkal ellentétben az ilyen
ipari gépeknek a gömbcsuklója is. Itt is látszik, hogy ott is egy zsírzószem, itt is egy zsírzószem. Jó, zsíros is, nincs is ezzel, és nem is lóg. Tehát jól működne. Csak hát, na. Megunta a helyét és eleresztette. És ez a terv, hogy én ezt így szépen ide fogom hegeszteni. És meg lehet köpködni, fúj, 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 nem biztonságos, kimész az útra vele, balesetet okozol, gusztustalan vagy, fúj, el vagy ítélve, 5 év felfüggesztett, börtön jár az ilyen embereknek. Hát elmondom, hogy csak olyan helyre megyek ki, ahol nem kell az aszfaltúton közlekedni, nem veszélyeztetek senkit. Telep mellett van pont bőven annyi hektár, hogy még bele is unok, mire én azt leszántam. Legfeljebb kint marad a traktor a szántásba, hogy nem tudok hazajönni. Na, hát akkor majd a végeredményről egy pár snittet még. Na, ha ilyen szépen előkészítettünk mindent, akkor egy-két óvintézkedést el kell végezni. Mégpedig munkahenger szárát le kell takarni minimum egy rongyal vagy vaslevezzel, ugyanis ez megsérülhet flexeléskor vagy hegesztéskor. Ugye így lett előkészítve a csong. Nem fókuszál rá, miért nem fókuszál rá? Innen tört le. Sokan elfelejtik, hogy hegesztés közben hát egy áramkört zárunk, és úgy jön létre az elektromos hív. Gyakran még az akkumulátort is lekötik, hogy biztonság kedvéért nehogy valami záródjon, vagy áramkör tönkre menjen. Hát, hogy ennek van-e alapja, vagy nincs, azt nem tudom. De egy biztos, hogy úgy kell megtervezni a hegesztést, hogy minél közelebb kell a fogót feltenni. Ugye itt lehetne úgy is tenni, hogy így. Hát itt az a probléma, hogy ez egy vagy bronzba, vagy műanyagba, vagy valami ilyesmibe van befogva. Ha bronzba van, akkor ugyan átmegy az elektromos áram rajta, de hát maradjunk annyiból, hogy nem használ, mert ott is ívet fog, és utána pedig elkezd kopni. Mondjuk ennek a gömbcsuklónak már tök mindegy, mert úgyis cserés lesz. De mondjuk gyakran látok olyat, hogy csapágyon keresztül hegesztenek. Már úgy értem a csapágyon keresztül, hogy az elektromos áram a csapágyon keresztül záródik az áramkör, és hát ugye a golyók felületén is ívet fog, és elindul a kopás hatványozottan azon a ponton. Úgyhogy erre oda kell figyelni, hogy hogyan is hegesztünk. Óvintézkedés, még egy kis víz, ugyanis ha ebben műanyag van, ebbe a gömb körül, a golyó körül, akkor az képes kiolvadni. Még most egyenlőre jó, nem lötyög, nem kotyog. Úgyhogy próbáljuk ezt az állapotot megőrizni azzal, hogy hegesztés után nem közvetlenül a hegesztett felületre locsolunk, mert mikrorepedések keletkeznek a hegesztésben, hanem a fejet locsolva hűtjük, hogy ne olvadjon szét a műanyag. Valamint még ezt szeretném megmutatni, hogy én valamikor kaptam egy ilyen elektródát, ennek az a neve, nem tudom, hogy mennyire fog rá fókuszálni. Super Optimál 312 AVVS A5.4 E312 kötőjel 16. Nem vagyok hegesztési szakember, nekem ezt ajánlották, csak ezt az elektródát egy hegesztőboltban. Annyit mondtak, hogy ennek egy emelt króm tartalma van az elektródának, és szívósabb varratot lehet vele képezni. Nekem ez bevált, ugyanis a Manitunak a kanálbillentő munkahengere, itt meg is mutatom nektek, hogy egy ilyen munkahenger,
nyilván sokkal nagyobb méretű, de az a lényege, hogy a munkahengernek a talpa szakadt le. Tehát körbe repett a hegesztés a cső és a talp között, és én azt meghegesztettem egyszer, természetesen begyökölve, tehát hogy meglegyen a anyagvastagság, körbegyökölve, szépen tisztességesen meghegesztettem a sima szerkezet acélhoz használható CO hegesztő húzallal. Nem ment egy hetet, szétszakadt megint. És akkor én bementem a hegesztő szaküzletbe, és ott kértem, hogy segítsetek már nekem, mert hát ugye ez valami nem jó. És akkor adták, hogy bevont elektródával hegesszem körbe, természetesen a szabályoknak megfelelően újra kiflexelni, begyökölni, megfelelő anyagvastagság, egyszer varjam körbe, és utána körkörös haladással töltsem fel a varratot. Azóta áll. Tehát ez már legalább 2 éve volt. Abból az anyagból még maradt elektróda egy pár. Azt mondja, hát vagy 4-5 egész szál, meg ez a fél szál maradt még belőle. Ezt fogom most itt is használni. Hát ugye ez egy acélos anyag. Hogy ez hogy fog itt beválni, vagy hogy nem, hát ez majd az idő kérdése. Jó. A logika az lesz, hogy itt középen csinálok egy pöttyöt, hogy legyen minek neki tolni, mert ha itt nagyon közelről meg kicsit közelebb tesszük a villanyt, világosságot, ezt így megvizsgáljuk, és ha én ezt ide rátolom, akkor nagyon összezár. Nagyon összezár. Ha középre teszünk egy pöttyöt, akkor így eltávolodik, marad hely a hegesztőanyagnak, és én ezt azt fogom választani, azt a logikát, hogy egyik oldalról kihegeztem teljesen, kvázi körkörösre, átfordítom, kiflexelem teljesen a hegesztésnek a fenekéig, és utána újra elkezdem feltölteni ebből az oldalból is. És akkor elméletileg teljes keresztmetszetében át lesz hegesztve. Meglátjuk, hogy mit bír. Ugye itt az a probléma, az szokott a probléma lenni, hogy így összenyomják, és akkor itt is fogja egy kicsi, ott is fogja egy kicsi, és ha megröggeneznék ezt a varratot, akkor középen lenne jó nagy zárvány, és mint egy cső úgy fogja a munkadarabot egymáshoz. Úgyhogy ez a logika, hát meglátjuk, hogy hogy fogja bírni. Anyagát tekintve, hát fogalmam nincs, hogy milyen anyagból lehet ez a gömbcsukló. Na, hát a végeredményről is csinálok egy pár képet, és akkor ezzel zárjuk majd a videót. Hegesztés után némi takarítást követően, ugye a menetet azt általában beszokták zsírozni, hogy a cunder vagy a fröcskölődő salak meg vas ne ragadjon rá a menetre. Hát én ezt nem tettem meg, mert nem akartam, hogy folyjon a varratba. Hát ez egy ilyen varrat lett. Többször ki kellett köszörülni, mint gondoltam. Úgyhogy igen, ezt én nem fogom megcsiszolni, esetleg itt, ahol a kúpban tehát nagyobb, kitart a kúp felületétől magasabb, esetleg az ott fogom megcsiszolni, de ez teljesen jól van így. Menet tökéletesen. Fókuszálj. Rámegy. Itt előfordulhat az, miután koronás anya. Előfordulhat az, hogy ugye a csavar megnyúlt, vagy megnőtt, így mondom, mert ugye helyet kellett hagyni a hegesztésnek, hogy egy alátét kell lesz rá, vagy alá. Na hát azt is majd kitaláljuk, teszünk alá egy alátétet, hogyha nem szorítja, nem húzza be rendesen a kúp felületére az anya. Még ezt így szépen ki fogom törölgetni. Még esetleg egy ecsettel gázolajjal kimosom, megzsírzom, ide vágok egy ilyen szivacsból egy ilyen karikát, hogy ne menjen bele a sár, és akkor
össze lesz rakva. Ennyi a javítás. Ez volt az a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy ennek a videónak a címe az lesz, hogy a mókolás ára. Hát nem egy egyszerű látvány. Ugye ez a szárat most én már azért tettem ide bele így. Ugyanis ez a szár, ez eltörtént. Úgy bizony. És ez nettó friss törés. Ugyanis itt az történt, hogy az a bizonyos javítás után már egy néhány nappal már túl vagyunk. Hát mondom, mesélek. Ugye ezt meghegesztettem, azt már meg se tudom mondani, mert azt beszántottam. Ugye itt eltört a menet. Én azt meghegesztettem, összeraktam. Kimentem szántani. Szántogatok. Egyszer csak ugyanaz a tünet. Mondom, hát eltört a csavar. Kiszállok, és jött a döbbenet, hogy hát ugye még a gömb fel sincs meg. Na hát, hazajövök. Jól mérgelődök, forra fejem. De nem baj, bemutatom, mert így is jár az ember, amikor nagyobb a lendület, mint a gondolkodás ereje. Szóval szétszedem, semmi gond, egy ilyen szárat kell pótolni, és jön a döbbenet, hogy hát ez a szár tolómérővel megmérve, hát nem tudom, hogy le lehet lesz-e olvasni, de talán ráfókuszál. Akik értik az olvasást, akkor azok tudják, hogy ez 28 egész. Hát ugye itt 6-ot mutat, de elárulom, hogy az 575 az elméleti méret. Tehát colos, 1 col és 1/8 col. Király! Európában ez olyan járatos ez a szárméret, hogy az utolsó sarkon is lehet kapni. Nem baj, megvesszük alkatrészben. Most elmondom nektek, hogy ez a munkahenger szár gyárilag a dugóval együtt van összeépítve, ezzel a dugattyúval. És ennek a szárnak csak pucéron, tömítések nélkül, pucéron 200 000 forint plusz áfa felett van az ára. Ki hol tudja beszerezni? Jó van, Lacikám, ügyes vagy. Hát akkor itt elindult a gondolkodás, hogyan lehet ezt megmókolni még jobban. Jött az ötlet, hogy vendégcsap, bele kell fúrni, egy ilyen közdarabot, menetes közdarabot készíteni, és akkor ugye ebbe is belemegy a menet, meg abba is belemegy a menet, ebbe beleragasszuk, összehúzzuk, azzal pedig hát ugye a gyári megoldással. Ezt gyorsan elvetettem, hát ugye ez a szár, de ha nem lett volna más megoldás, akkor ezt választottam volna. Jött a következő, egy félnapos telefonálgatás, ki tud ilyet szerezni. Győzelem, be tudtam szerezni. Kapaszkodjatok meg, ez a 40 centis darab, így ebben a formában megesztergálva 10 ezer forintba kerül. Hát ennek már megörültem, ugye ez teljesen Kelet-Magyarországon megszokott árszint, fogalmazzunk így. Úgyhogy ezt az utat választottam, természetesen a dugattyút azt le kellett róla esztergálni, és ezt vissza is tudjuk használni. Teljesen kulturált módon egy menet van belevágva, az metrikus, elárulom, hogy ez metrikus, de innentől kezdve a szár csereszabatos. És hát ez így került meg javításra, mínusz 4 nap, amikor tudtam volna vele dolgozni. A 4 napi, és ezt szoktam regélni, hogy
olyan gépet választatok, ami ha drága is, de van hozzá alkatrész, hát mondjuk igen, én nem voltam hajlandó ennyi pénzt kiadni érte, de ha nincs más megoldás, akkor igenis az ember hajlandó ennyi pénzt kiadni érte. Olyan traktort vagy olyan eszközt vegyetek, aminek van magyarországi képviselete, van alkatrész hozzá elérhető, és ugye ezért szeretik az MTZ-t, mert bemennek a vegyesboltba, és 10 deka párizsit kérek, meg egy főtengelyt, és van. Még ha gyakran kell csinálni, vagy csinálni is kell, de akkor is van hozzá minden is. És ez nem egy elhanyagolható dolog. Szóval itt tartunk most. 4 nappal később készen van az alkatrész, lehet beleszerelni. Hát remélem most már megállja a helyét ez a Rudweg, és nem fog eltörni. Ezt a kúpos részt én még most meg fogom drótkefézni a helyét. Már nem ezt, hanem a helyét. És szándékomban áll még ezt is beragasztózni. Nem tudom miért, de a kagylós repedés, ugye, amit a videón is láthattatok, az a kagylós repedés megindult itt a nyakánál, a menet végénél. Hát, hogy ez milyen oknál fogva van benne, hogy ez már kezd kiszottyosodni, vagy nem tudom. De minden esetre azt a piszkot, ami most alatta van, azt meg fogom tisztítani, hogy fémtiszta legyen, és hát meg is mutatom, hogy egy csapágyrögzítővel be fogom kenni, és úgy fogom összehúzni, de betyároson, hogy ez ott nem mozogjon. Azt mondja, én ilyet használok, hogy ez. És abba bízom, hogy ez azért azt a helyet, vagy azt a helyzagot szépen kitölti, amit ahol esetleg mozoghat. Úgyhogy ez így javításra került, kiesett 4 napom. Igen, a mókolás ára. Ja igen, a Rudweg az egy olyan 40 ezer forintos nettós áron lehet beszerezni. Nagyságrendileg, hát ha valaki ekte eredetit akar venni, akkor az olyan 80 ezer forint körül van. Ebbe itt nagyon nagyon gyönyörűen szépen be van ütve egy K betű, meg is tudom mutatni. Az ott egy MP, ez pedig egy K betű, mint kramp. Tehát ez egy krampos után gyártott termék. Én úgy gondolom, hogy azért annyira szar nem lehet, hogy 2 napot bírjon ki, vagy egyet se nagyon bírjon ki. Hát ezzel a vegyes érzelmekkel búcsúznék tőletek. Ha további tartalmaimra is kíváncsiak vagytok, akkor iratkozzatok fel. Ne feledjétek a csengőt is, hogy értesítést is kapjatok róla. És hát kitartást, jó szántást, bőtermést. Szevasztok!